Az EGRI törvényszék 2004-ben szervezte meg az első nyitott bíróság programját a fiataloknak, 2 évvel később pedig az első perszimulációt, ami azóta is nagyon sikeres az iskolák körében. Az elmúlt 13 év alatt több ezer fiatal látogatott el a bíróságra és ismerte meg annak munkáját. A jövőben még intenzívebben szerveznek majd hasonló programokat az EGRI törvényszéken, hiszen együttműködést kötött az EGRI tankerületi központtal. A jogaikat és a kötelezettségeiket a diákok megismerhessék. Célunk az, hogy Heves megyében ne kerüljön ki középiskolából olyan diák, aki nem ismerte meg még a bíróság munkáját, illetőleg az alapvető jogaival, kötelezettségeivel nincs tisztában. Emellett céljuk továbbá a bűnmegelőzés is, illetve hogy a fiatalok tisztában legyenek azzal, hogy milyen következményekkel járhat, ha bűncselekményt követnek el. Az együttműködésnek köszönhetően a diákok az EGRI törvényszéken is teljesíthetik az 50 órás közösségi szolgálatot. Az EGRI tankerületi központ, mint köznevelési intézményeket fenntartó költségvetési szerv, kiemelt feladatának tekinti azt, hogy segítse az iskolákat abban, hogy minél inkább felkészítse a diákokat a tudatos állampolgári életre, hogy tisztában legyenek a jogaikkal és kötelességeikkel, és az állampolgári ismeretek tekintetében egy széleskörű ismerethalmazzal rendelkezzenek. A jövőben így még több diákot szólít majd meg az EGRI törvényszék, és ismerteti meg őket jogaikkal, kötelezettségeikkel, hiszen céljuk, hogy ne legyen olyan középiskolában végzett diák Heves megyében, aki nem ismeri munkájukat.